A Vosvinszki Mor megyei múzeum olyan különleges műtárgyakat mutat be, amelyekkel ezidáig nem találkozhatott a látogató közönség. Ez alkalommal pedig nem kell nyitvatartási rendhez igazodni, miután a virtuális térben, azaz az intézmény weboldalán jelennek meg hónapról hónapra ezek az érdekes leletek. Múzeumokba kerülő műtárgyaknak csak töredékét tudjuk kiállítani. És ez egyfajta lehetőséget jelent arra, hogy a szélesebb közönségnek sokkal-sokkal több műkincset mutassunk be a gyűjteményünkből, mint egyébként egy 15-20-30 évig álló állandó kiállítás esetében erre lehetőséget kapnánk. Tehát mindig friss információval, érdekességekkel, és azt hiszem ez kicsit a felgyorsult világhoz is, a Facebook hírekhez hasonlóan, ami pár napig hír és él, próbálunk mi is így alkalmazkodni, és erre lehetőséget ad a hónap műtárgya sorozat. A kiválasztásra mindig a muzeológusok által meghatározott tárgy, ami valamiért valamiféle aktualitással bír. Ez jelentheti azt, hogy éppen azzal a témával foglalkozik, vagy valamilyen esemény történik a környezetünkben, amihez kapcsolódik az a műtárgy, vagy valami évforduló. Tehát a legkülönbözőbb szempontok alapján kerülnek végül is kiválasztásra, de alapvetően a tárggyal, lelettel foglalkozó muzeológus szakmai érvei alapján kerül erre sor. Március hónap műtárgya egy agancsból faragott csizma a regői Pannon tumulusból. A tárgy kulcstartó nagyságú. A kiválasztások éppen az, hogy most kerül ez a már 10 évvel ezelőtti feltárás feldolgozásra, és ennek keretében éppen, itt mutatom is, ez a kis csizma, agancsból faragott csizma lesz a hónap műtárgya ebben a hónapban. Ez a kis votív, fogadalmi ajándéktárgy nagyon sok információt rejt. Igazából egy-egy tárgy kiválasztásánál, vagy egy-egy tárgyban, műtárgyban nekünk nem is csak maga a tárgya fontos, hanem mindaz a hihetetlen információmennyiség, ami egy tárgy története, élete mögött húzódik. Ez a tárgy, ha megnézzük alaposabban, akkor látjuk, hogy egészen finoman van megmunkálva, valami egészen különleges technikával, ezt valamikor időszámításunk előtt, 7. század utolsó harmadában, tehát 620 körül, mint egy 2700 éve készítették, akkor került a földbe. Több lehetősége van a szakembereknek arra, hogy megállapítsák, melyik korból is származik a feltárt lelet. Hagyományos régészeti módszer, amikor megnézzük a stílusát, a körülötte lévő leleteket, a rétegnek az elhelyezkedését, vagy adott esetben az akkori divatnak megfelelő párhuzamokat, de lehetőség van arra is ma már, hogy rádiókarbonnal a szén egyik izotópja, 14-es izotópjának a lebomlás idejének mérésével meg tudjuk természettudományos módszerekkel is határozni a korokat, de vannak máskor meghatározási módszerek is. Ebben az esetben alapvetően könnyű dolgunk volt a kor meghatározást, illetően azt tudtuk, hogy ez a szkíta kor elejére tehető, tehát a 7. század utolsó harmadára, viszont nagyon nehéz volt meghatározni azt, hogy honnan, hogyan került ez ide a Kárpát-medencébe. És ennek a tárgynak tulajdonképpen az egyik legfőbb érdekessége, hogy egy olyan népről, egy olyan nép történetéről mesél, amelyről eddig nagyon keveset tudtunk. Márpedig ez a nép adta a Dunántúl Pannóniának a római kori nevét is. Ez a római korban pannonoknak nevezett népesség hozzánk közvetlenül Kis-Ázsiából érkezett. A mai Irán média területéről, az ókori kelet médiájából, és ott azon a részen keveredett egy helyi kis-ázsiai népesség és egy keleti sztyeppei népesség. És ezért van az, hogy itt a csizma környezetében talált leletekben keveredik a szkítákra, a keleti sztyeppei népekre jellemző
hatások jelentős része, és az a magas kultúrákhoz köthető technikai tudás, ami ebben a csizmában is tükröződik. A finoman megmunkált kis csizma egészen különleges technológiával készült. Majdnem olyan, mintha esztergálták volna, de itt nem a tárgyat forgatták, hanem magát az eszközt, és marták, mintha egy marógéppel készítették volna a rajta lévő vonalkákat. Ez azért lényeges, mert a korabeli szkitakori leleteknél ez a technológia hiányzott, ez csak az ókori keleten volt meg, illetve az etruszkoknál, és a korabeli szkita leleteknél egyszerű késsel bevágott, bekarcolt mintákat, motivumokat találunk. Erre a csizmácskára a regői tumulus feltárásakor, a Strupka magyar birtokon álló halomsír feltárásakor találtunk 2011-ben.